A Bács-Fekete-hegyi templomot az 1785-ben Kunhegyesről kitelepült hívek építették önerőből. Az ünnepi istentiszteleten az igét Nagy Kálmán kunhegyesi lelkipásztor hirdette. Mi olyan testvérgyülekezet vagyunk, akiket nem kellett fogadni, mert természetes testvérek vagyunk, hisz 1785-ben Kunhegyesről települtek el körülbelül 1000-en, mintegy 233 család, és telepedtek le, építettek 6 hónap alatt falut. Tudjuk, hogy volt egy nagyon hosszú időszak, amikor tulajdonképpen semmilyen kapcsolat nem volt a két gyülekezet között, és ezt a nagyon vastag falat Ágoston Sándor püspök törte át. 2018-ban elvégezték a templomon a külső festést, az idén pedig a magyar kormány támogatásának és a hívek adakozásának köszönhetően az épület belső terét is felújították. A munkálatok dandárja az több mint 2 hónapot tartott. A presbitériumnak külön határozata és kérése volt, javaslatom szerint is, hogy a munkálatok folyamán semmilyen bontó, romboló, fúró, faragó munkát nem végzünk a nagyon szépen kivitelezett részletek, munkák fölött, hanem mindent megújítunk az eredeti formájában. A felújított templom megtartó erőt, kapaszkodót jelent a Bács-Fekete-hegyi közösségnek. Az ember jól érzi magát, azért is jövünk el minden vasárnap, amikor megszólal a harangszó, mert itt együtt tudunk énekelni, dicséreteket, zsoltárokat, hallgatjuk az igehirdetést, és lelkileg feltöltődünk, és szerintem ez a legfontosabb, mint ahogy a testet is tápláljuk, úgy a lelket is táplálnunk kell. Vajdaság legrégebbi református temploma a Bács-Fekete-hegyi. A közösség mintegy 1500 aktív taggal büszkélkedhet. Emberileg nézve ezt nagyon nehéz kifejezni, azt az örömet, ami ilyenkor az ember szívében van, úgy a lelki pásztornak, mint a gyülekezeti tagoknak, hiszen akárhogy is nézzük, egy ember életében egyszer valósulhat meg egy ilyen terv, hogy élő tanúi lehetünk annak, hogy teljesen új fényében ragyog a templomunk. 220 éves templom, kettős jubileumról van szó, hiszen 220 éves maga az épület ebben a formájában. Ugyanakkor ezt még korábban nem reméltük, de hála Istennek megvalósult, hogy 4 év leforgása alatt teljes egészében sikerült felújítani úgy kint, kívülről, mint belülről a templomot. Az ünnepi hálaadó istentiszteleten jeles közéleti személyiségek és a testvérgyülekezetek képviselői is jelen voltak.